A bencések, a premontreiek és a verbiták gimnáziumot tartottak fenn, a szaléziak tanonc otthont és kultúrházat működtettek, a domonkos nővérek óvodásokat és általános iskolásokat oktattak, az annunciáták kórházi betegeket ápoltak, de a többi szerzetes rend is kivette részét a karitatív feladatokból. 1945 után a kommunista diktatúra kiépítésével párhuzamosan azonban fokozatosan kiszorították őket a társadalom életéből. Betiltották az egyesületeket, államosították az iskolákat, eltörölték a kötelező hitoktatást, és a rendtagok az egészségügyi intézményekben sem tevékenykedhettek tovább. 1950. júniusában pedig elkezdődött a szerzetesek internálása a nyugati és déli határsávból. 34. számú törvényerejű rendelettel elrendelték, hogy azonnal be kell zárni a rendházakat, és a rendtagoknak pedig, a szerzeteseknek ki kell üríteniük november 30-áig a rendházakat. A szerzetesek internálásának 70. évfordulóján előadások idézték fel a korabeli eseményeket. Mint elhangzott, a Szombathelyi Egyházmegyében 7 férfi és 18 női szerzetesi közösség működött ekkor, köztük a domonkosoké, akiket előbb nagyrészt Vácra és Mária Besnyőre hurcoltak, majd innen bocsátották el őket. Onnan már úgy jöttek el, hogy nem volt hova visszamenni, és hát nagyon változatosak azok a sorsok, amik ezután következtek. Valaki bekerülhetett egyházmegyei keretbe, valaki nem. Atyák közül is sokan voltak, akik mondjuk hitoktató vagy kántorként tevékenykedtek, sőt olyan is, aki civil világi munkát vállalt. A szerzetesek közül többen a kommunista diktatúra áldozataivá váltak. A hallgatóság megismerhette például két egykori kőszegi bencés tanár életútját. Sághegyi Medárd az internálás után sekrestyésként tért vissza a városba, míg Solymos Szilveszter hosszú éveket töltött börtönben. A diákjai egy tiltott határátlépés következtében lebuktak. Kiderült, hogy a bencés atya kapcsolatban állt velük, sőt pénzzel is támogatta őket, és ezért egy koncepciós per keretében őt elítérték, életfogytiglani börtönbüntetést kapott. Az emlékülésen Székely János megyéspüspök úgy fogalmazott, a fájdalmas eseményekre való emlékezés a hála alkalma is, hiszen a kommunista diktatúra sok kárt okozott, de az egyházat és a rendeket nem tudta elpusztítani.